Érezhetően dübörög a karácsonyi nagy bevásárlás. Az Agroinform szakportál felmérése szerint a lucfenyőt 5, az ezüstfenyőt 6, a normand pedig 8000 forintos méterenként járun árulják az utcai és a piaci fenyőárusok. Nagyon nagy választék van, a város nagyon sok pontján találtunk fa lerakatokat, és nagyon szép fák vannak, és szerintem az utóbbi évekhez képest egész jó árban lehet most ezeket megvenni. Nagyon sokféle, és szerintem újfajta gyökeres fákat is találtunk, ami nekünk most különösen előny, mert minden évben gyökeres szoktunk venni, adunk még egy második esélyt a fáknak, kiültetjük őket, reméljük, hogy ezek is meg fognak maradni. A bevásárló központokban is rengeteg a vásárló, az áruházláncok némelyike meghosszabbított nyitvatartással, de szinte kivétel nélkül karácsonyi akciókkal várja a vevőket. Többet vásárolunk persze, mint amúgy szoktunk, de rossz, tehát megkezdem már hamarabb a bevásárlást, és akkor azt hiszük, hogy nem költünk annyit, de tulajdonképpen ugyanannyit költünk. A nagyáruházakban nem csak az ünnepi menüsor alapanyagait, hanem a karácsonyi ajándékokat is be lehet szerezni, így könnyen megtelik a bevásárlókocsi. Hát már készen vagyok mindennel, csak főzni kell. Nekem olyan kicsi a nyugdíjam, anyám, hogy nekem nem tudja, hogy. Egyre több kereskedelmi lánc jelenti be, hogy bár jogszabály erre nem kötelezi, mégsem lesz nyitva december 24-én. Így a bevásárlásra szánt utolsó pillanatok is egy nappal korábban lesznek idén. Igazából már tapasztalat, mi úgy szoktuk néha, hogy már nyár elején kinézzük, hogy mi kell, és akkor előre vásároljuk, nem kell meg egyszer az összeset, és akkor így tudunk spórolni, és valamennyit rajta, ha kell. Meg így nem egyszer kell kiadni nagyobb összegeket. Kisebb összegekben meg tudjuk vásárolni. Jó. Nem feltétlenül számít karácsonyi ajándéknak, mégis egyre komolyabb a karácsonyi pulóver keresés Magyarországon is. Az lenne a legjobb, mondom, hogyha karácsonykor, mert mindig látom, hogy mindenki beöltözik ilyenbe, és akkor azért is a fiamnak ezt tetszett, ez a piros. Egyfajta versengés is van a családokban, baráti társaságokban, hogy ki tudja megszerezni és büszkén viselni a legkevésbé szebb karácsonyi pulcsit.